Október első adásában adtunk hírt arról, hogy jubilált a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Jász Berényi szervezete. A Szent István házban tartott ünnepi közgyűlésen dr. Suba György beszámolt az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveiről. Egy olyan közösséget hoztunk létre, olyan programmal, amelyik vonzó, és célirányosan, missziós szándékkal, ami annyit jelentett, hogy a mi eszközeinkkel hirdessük az evangéliumot. És az értelmiséget azért választottuk ki, tehát az, hogy mondjam, nem is, hogy én választottam ki, hanem tulajdonképpen Keresztény Értelmiségek Szövetség a nevében is benne van. Azért csatlakoztunk ehhez, mert úgy éreztük, hogy a városnak a meghatározó, irányító rétege azért mindig az értelmiség volt. A kész Jász Berényi szervezete jelenleg több mint 80 taggal büszkélkedhet. A 15 év alatt közel 240 rendezvényt szerveztek. Az ünnepi közgyűlés végén szót kér dr. Dabos László Jászok Egyesületének ügyvivője, aki megköszönte a közösség áldozatos 15 éves munkáját, és bemutatták a civil szervezet munkásságát összefoglaló kötetet is. Milyen szoros a mi összetartozásunk? Szintén október első Berényi hírmondójában számoltunk be arról, hogy Jász Berényben járt az iráni testvérváros JASZ delegációja. A küldöttségben főként üzletemberek látogattak hozzánk a gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében, s közben a Városháza udvarán végleges helyére került a kapcsolatot jelképező iráni széltorony is. Ez az épület, vagy ez az udvar látszólag zárt, de szándékaink szerint ez egy teljesen nyitott köztérré válik egy-két éven belül, és ebben ezt a teret a város lakói gyalogosan, egyéb módon folyamatosan használni fogják. Ennek jegyében, ennek alapján gondoljuk, hogy ez a szobor, a széltorony kiváló helyen lesz. Jász polgármestere is köszöntötte a résztvevőket, és kiemelte, hogy otthonukban nagyon nagy csodálattal tekintenek a jászokkal közös rokonságra, amit nap mint nap eszükbe juttat a Jász Berényi emlékmű. Mi egy üzletember csoporttal érkeztünk, de mégis a kultúra és a kölcsönös tisztelet alapjait rakjuk le ezekben a pillanatokban. Ezt a jövőben szorgalmas együttműködésben szeretnénk folytatni. A rendezvény megtisztelte jelenlétével JASZ tartományi főkormányzója is, aki az országok közötti fejlődő viszonyt és a békekereső Irán új törekvéseit emelte ki. A delegáció az egész délelőttet Jász Berényben töltötte, főként a két település közötti kapcsolat fejlesztéséről tárgyaltak, majd a hamarosan megszűnő uniós gazdasági embargó hozta lehetőségekről. Ennek egyében látogattak el a Jász Plasztik Kft. Telephelyére, ahol Kassa Lajos fogadta és vezette körbe a csoportot. Hetedik évad kezdődött el a Malom befogadó színház életében, melynek második esztendeje már a felújított tűzoldó laktanya, a Főnix Fészek műhelyházat helyett. Úgy gondoltuk, hogy a színházunkban és a színházi műhelyben, mert ezt a két funkciót tölti be ez az épület, ezt tartjuk szem előtt, a belső lelki újjászületést, a saját erőből történő újjászületést, nem a magunk, hanem a másik ember érdekében. A nyitó rendezvény rendhagyó módon zajlott, ugyanis ekkor avatták fel a műfházat körülölelő Főnix Parkot, illetve a rajta található műalkotást is. A rövid évadnyitó rendezvény után teltházzal kezdődött az első darab, mely Kulka János önálló estje volt. Az évadnyitó előadással egy időben olyan állandó kiállítás nyílt meg a Főnix Fészek műhelyházban, mely képekben mutatja be a színház eddigi évadjait. Az ezt követő napokban három teltházas darabbal indult útjára a Malom befogadó színház hetedik évada. Az évad további részében is számos izgalmas előadásra lehetett számítani, a színház vendége volt többek között Méhes Csaba, Ötvös András és Csákányi Eszter is. Dériné Széppataki Róza emlékét 2015-ben is tovább őriztük Jász Berényben. A Jász Kerület Nonprofit Kft., a Jász Múzeum és a Városvédő és Szépítő Egyesület 2015-ben is átadták a Dériné emlékplaketteket. A
A két elismerést Molnár Anna, a kitűnő szakmaiságot képviselő elkötelezett táncpedagógus és Ajánlság egyik legnagyobb cimbalmosa, Fehér Ödön bácsi kapta. Pócs János országgyűlési képviselő a nemzeti konzultáció migráns helyzet kezelését érintő kérdéseinek kiértékelését erősítette meg októberi sajtótájékoztatóján. A politikus akkor elmondta, hogy a kormánya lehető leghatározottabban ellenzi az uniós kvótarendszert, melynek hatásai akár a jársságig is elérhetnek. Arról beszélünk, hogy a jársság lehet-e érintettje ennek a bevándorlási hullámnak, akkor abban a tekintetben is igen, lehet érintetje, hogy egy bevándorlónak a napi költsége, ami a magyar államot terheli, az közel 5000 forint. Ma már több mint 200 000 ember ment keresztül Magyarországon, és tudjuk, hogy milliók készülnek. A kormánypárti politikus szerint hiba azt hinni, hogy ez itt a járságban minket hosszú távon nem érinthet, pedig a migráció hatásai a járságot 4 területen is érinthetik. Az egyik a hazánk által élesen elutasított kvótarendszer arányos elosztása. A második az akkor már hónapok óta zajló vándorlás költségei, mely minden magyar állampolgárt terhel. De említhetjük a helyi rendőrök elvezénylését, vagy a később beigazolódó kockázati és terrorveszélyt. Október elején tudtuk meg, hogy a korszerűbb technológiáknak köszönhetően a jövőben az dönt a szemétdíjunk mértékéről, hogy milyen nehéz lesz a szemetünk. Ez alapján igyekeznek a szakemberek egy mindenki számára megfelelő díjszabást kialakítani. Mindez pedig ez a chip teszi lehetővé, melyet a térségben 30 000 háztartásban szereltek fel a hulladéktárló edényekre. Ennek párját, a kontrollboxot pedig az új hulladékgyűjtő gépjárművekbe szerelték be, melyeket a 100%-ig támogatott, közel 600 milliós pályázati összegből vásároltak. A beszerzés 2015-ben lezárult, egy próbaüzem után 2016 tavaszán indulhat be az új szelektív szemétszállítási rendszer. Így emlékeztek a sportolók, a vezetők, a vendégek a nemzetközi versenyen Eperjesi Nándorra, a Lehel Vezér Kupa megálmodójára. A szövetség elnöke szerint az, hogy 11 ország 260 versenyzője töltötte meg a sportcsarnokot, egyértelműen Eperjesi Nándor munkájának köszönhető elsősorban. A szövetség elnöke, látva a Jászberényi Klub rendezőkártyájának odaadó munkáját, természetesen a folytatás mellett tette le a voksát. Folyamatosan emelkedik a létszám, az országok száma, és az a minőség, ami jellemzi a versenyt, hogy az emberek jönnek, sikeresek, jól érzik magukat, és Magyarországot megismerve Jászberényt is megismerik. Október közepén elkezdték lebontani és 200 millióból felújítani a külső strand fedett uszodáját. Egy hirtelen érkezett pályázati lehetőségre csapott le az önkormányzat, melyben jelentős energetikai fejlesztés és a belső tér részleges átalakításai szerepelt. A 200 milliós projekthez 160 millió forintot biztosított az állampályázati keretből. Mindebből lecserélték a teljes átívelő tetőszerkezetet, napelemeket telepítettek, földhőszivattyúval igyekeznek csökkenteni az üzemeltetési költségeket, mellyel a számítások szerint több mint 2,5 millió forintot takaríthat meg az uszoda évente. Az átalakítás a belső teret is érinti, szeretnék a régi, magasabb komfortot visszaállítani, sőt a 2016-os tervek között szerepel az is, hogy folytatják a belső terek felújítását is, így a kiszolgáló helyiségek mellett a medence is megújulhat. 11. alkalommal rendezték meg október 3. hétvégén Jászberényben a Nemzetközi Mentőkutyás Szervezet által koordinált vizsga- és versenynapokat. 3 napon keresztül vizsgázhatott 5 ország 66 versenyzője, nyomonkövetésből, területkutatásból és romkutatásból. A 3 nap azokról a 2 és 4 lábú hősökről szólt, akik önkéntesként időt, pénzt és fáradtságot nem kímélve komoly elhivatottsággal dolgoznak nap mint nap azért, hogy kutyáikkal együtt a nemzetközi vizsgát megszerezve kényszerlétben álljanak a katasztrófavédelem és a rendőrség munkáját kiegészítve bajba jutott embertársainkért. Évente átlagosan 25 esethez riasztják a jászberényi mentőkutyás szolgálatot, segítségükkel számos életet mentettek már meg.
Október 21-én az 5-ös számú választókörzetben járt az önkormányzati delegáció, mely Ferencvári Csaba képviselőhöz tartozik. A város ezen részén többnyire csapadékvízelvezetési problémákat és járdahibákat jeleztek az ott élők. A 4 millió forintos körzeti fejlesztési keretet idén az említett problémák orvoslására fordították. Évek óta visszatérő probléma nem csak az én körzetemben, hanem más körzetben is a csapadékvíz elvezetés kérdése. A legtöbb és jellemző probléma szintén ez volt a csapadékvízzel összefüggésben. Különös aktualitást ad ennek, hogy a napokban jelentős mennyiségű eső esett, tehát most a bejárás is az érezhető volt ez a vízes jelenség. Járda hibákat megszokott módon, illetve zöld felettel kapcsolatos észrevételeket tettek a lakosok a bejárás során. A körzet bejárás lakossági fórum zárta, melyet a Szent Erzsébet kórház ebédlőjében tartottak. Ferencvári Csaba beszámolójában elmondta, hogy a 4 millió forintos fejlesztési kereten túl egy nagyobb beruházás is érinti a körzetet. A Szent László lakóvezetben 15 kandellábert helyeztek el 13 millió forint értékben. A Róka utca kérdése nagyon sok. Október végén ünnepelte hivatalosan is 55 éves jubileumát a Déliné vegyeskar. A kórus ünnepi hangversenyét a Déliné rendezvényház nagy termében hallgathattuk meg, az azt követő köszöntésekkel együtt. A hangverseny Ferenc Sándor Karnagytól várt igényes zenei szerkesztésnek köszönhetően színes, változatos és szinte teljes palettát mutatott be a kórus jelenlegi repertoáriából, mely itt kapta meg a Jászsági Vándor díjat, melyet dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője adott át. A Déliné vegyeskar munkásságával, a magyar zenekultúra ápolásával, határokon átívelő terjesztésével hozzájárul a magyar kórusművészet elismertségéhez, ezért méltó a Jászsági civil Vándor díjra. Az ünnepi hangverseny végén Csillik György kórusvezető mondott köszönetet az eddig számukra nyújtott támogatásokért, ami lehetővé teszi, hogy a következő években is lelkesen végezhessék kóruszenei küldetésüket.